Omázs, a Mesterek szavai, meditáció a színészetről két színben címmel tartottak bemutatót a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Színházi Intézetének harmadéves diákjai. Rövid összefoglaló után Köllő Csongor rendezővel, egyetemi oktatóval beszélgetek a kísérletről. Ez az előadás a modern színház születésének és alakulásának szelektív története performatívan elmondva, amely két igényből született, hogy számba vegyék azokat az alkotókat, akik a legnagyobb hatást tették a mai színjátszásra, valamint hogy egyfajta műhely demonstrációként megmutassák azon gyakorlatokat, technikákat, azt a tréninget, amellyel az elmúlt időszakban foglalkoztak a színész hallgatók. Az e fajta demonstrációk egy hibrid műfajt eredményeznek. Van benne technikai demonstráció, de vannak drámai elemei is. Esszé, de történetmesélés is. A színész önnön magát tárja fel, de karaktert is játszik. Nem könnyű műfaj, de jó esélyt biztosít az őszinteségnek, az őszinteségre való törekvésnek és a főhajtásnak. Antonin Artaud. Az omázs, a Mesterek szavai két egymástól dramaturgiai építkezésben, esztétikában, sőt műfajban is elkülönülő epizódja az idő szövetén is két részre tagolja az előadást. Az első a 20. század első felének alkotóit, a modern színjátszás úttörőit és megalapozóit ismerteti meg velünk. Első lépés, lázítás, a görcsök megszüntetése. Második lépés, a figyelem köreinek a megteremtése. Figyelem kisköre, figyelem nagy köre. Harmadik lépés, a kreatív közérzet megteremtése az alkotás pillanatában. A második részben a 20. század második felében alkotó rendezők gondolatai pörögnek le előttünk, igencsak dinamikus színpadi mozgás tanulmányokkal társítva. Más azt mondja, nem az érdekel, ahogy a mozgatod az emberek, hanem az, ami mozgatja őket. My God, the best.
Kedves nézőink, Köllő Csongor rendező, egyetemi oktató a vendégem. Szervusz, Csongor! Szia, Emes! Köszönöm, hogy eljöttél, és hát nagyon szívesen. És hát akkor rögtön azzal kezdem, hogy hogyan állított, honnan az ötlet, hogy összeállítsatok egy ilyen színháztörténeti traktátust, és azt elő is adjátok, ugye? Ez azt hiszem ott indult, hogy tavaly tavasszal részt vettünk egy évente megrendezett fesztiválon Horvátországban, ahova mindig megy egy-egy évfolyam a főiskoláról. És már nem is emlékszem, hogy pontosan mi volt ott a téma, minden évben adnak egy témát, de tudom, hogy arra a témára való reakcióként gondoltam azt, hogy akkor el kellene indítsunk egy ilyen kis történetet, amiben a 20. század első felében alkotó nagy neveket megvizsgáljuk. És akkor ennek volt egy ilyen 30 perces, ha jól emlékszem, 30 perces verziója, amit aztán tovább dolgoztunk idén ősszel. Azért, mert közben összekötődött bennem egy még 2,5 évvel ezelőtti gondolatommal, ugye első éven többnyire ilyen technikai jellegű vizsgák vannak, vagy ahol nem előadásokat csinálunk, nem szerepeket játszunk, hanem kipróbáljuk magunkat azokban az alapgyakorlatokban, amiket a kezdők csinálnak, amikor bekerülnek színére. És már akkor volt egy ilyen gondolatom, hogy mi lenne, hogyha a 3 év végén lenne nekik is egy ilyen work demonstrationjuk, ami egy műfaj, bizonyos színházakban, vagy bizonyos alkotók űzik ezt a műfajt, gyakorlatilag arról szól, hogy ő vagy ők megmutatják a kíváncsiaknak azt, hogy hogyan dolgoznak a saját fizikai vagy vokális tréningjükben, ugyanakkor pedig a kreatív munkájukban is, vagy egyáltalán, hogy kapcsolják össze a tréninget a kreatív munkával, szerepalkotással, téma megközelítéssel, egy előadás elindításakor, stb. És szerettem volna, hogyha így a 3. év végére lenne nekik egyfajta ilyen work demonstration. És akkor ezt a két szálat, ezt így összekötöttem, hogy akkor jó, akkor legyen egy work demonstration, de legyen az is, hogy akkor megvizsgáljuk ezeket az embereket, és nem csak azokat, akikkel eredetileg foglalkoztunk, hanem azokat is, akik a 20. század második felében jelentősek voltak, mert itt volt legalább két ilyen forradalom ebben az elmúlt században, ami nagyon, nagyon fontos a színház fejlődésének a szempontjából. És ezeket ti meg is mutattátok, vagy legalábbis jeleztétek az előadáson belül ezeket a fordulópontokat? Igazából a gondolati formájában igen. Tehát például ami a 20. század első felében volt, azt Lengyelországban, Oroszországban, Franciaországban úgy hívják, hogy a nagy reform. És ez több alkotóról szól, nem csak azokról, akiket itt mi megmutattunk, tehát akiket itt azért, mint a bejátszásban is láthattunk egy párat, mint például Brecht, vagy Stanislavski, vagy Meyerhold, vagy Artaud, de rajtuk kívül vannak még többen, akikről nem beszéltünk az előadásban, viszont ugyanolyan fontosak, mint Craig, vagy Piscator, vagy még, szóval tényleg többen. És azt történt, hogy ezek az emberek ugye mind különböző országokban dolgoztak, annyi, hogy nagyjából kb. Ugyanabban a periódusban, ugye a 20. század első felétől annak úgy mondjuk a 30-as, 40-es éveig. Viszont gondolatban sok mindenben hasonlítottak, még akkor is, hogyha látszólag ellentétek is akadtak közöttük. Tehát például van egy ilyen színházi mítosz, vagy közhiedelem, hogy Brecht nagy ellenfele volt, antagonistája volt Stanislavskinak, mert ugye Stanislavski arról szól, hogy a színész beleéli magát a szerepbe, azonosul a szereppel, és akkor ezt az érzelmi azonosulást adja a nézőnek, aki ugye elszomorodik azon, amit lát, meg ő is azonosul azzal. Na és akkor erről Brecht azt mondta, hogy igen, az a baj ezzel, hogyha nincs meg a kellő távolság a gondolatnak, hogy a gondolat aktiválódjon a nézés közben, akkor annyival maradunk, hogy elszomorodunk, hogy jaj, tényleg ez ilyen rossz, ez a világ, mondjuk, erről szól egy dráma, hogy rossz a világ. Általában. Igen,
És akkor, jaj, tényleg ez nagyon rossz, és akkor ebbe bele kell nyugodjunk. És Brechtnek meg pont az volt, hogy nem, hanem a színház az arra kell sarkalja az embereket, a színészeken keresztül, hogy elgondolkodjanak. Tehát legyen egy távolságtartás, ez a Verfremdungseffekt. Hát én már, ahogy magyarázod, már azon vagyok, hogy én is be akarok iratkozni erre a kurzusra, mert ez nagyon érdekfeszítő. Hogyan fogadták a diákok? Mert hogy itt gyakorlatilag nem csak az előadást kellett létrehozni, hanem tényleg végigmentek ezeken a színház történeti dolgokon, és gondolom, hogy voltak nagyon építő jellegű, kreatív beszélgetések, meg egyebek. Igen, tehát nem csak próbáltunk nyilván, hanem próbáltunk forrásanyagokhoz is menni, ahol lehetséges volt. Persze, itt mit tudom én, felvételekről beszélek, mindenféle dokumentációkról, de nyilván amikor a 20. század első feléről beszélünk, akkor ez egy elég nehéz dolog. Viszont vannak könyvekben is különböző források, és ezeket megpróbáltuk felkutatni, nyilván nem sikerült minden, de tényleg az volt az egyik cél ezzel az egésszel, hogy ők magukban is rendszerezzék egyrészt, hogy akkor itt mi is történt, és hogy ez az egész, ez nem maradjon meg az absztrakció szintjén, mert nyilván színháztörténet kurzuson tanulják ezeket a neveket, mit tudom én, több-kevesebb percet töltenek egy-egy alkotóval, de mindenkiről meg van említve, hogy ő miért fontos elvileg a színház történetben, vagy a színház elméletben, vagy a rendezésben. De ez sokszor csak így a gondolat szintjén marad, és azt szerettem volna, hogyha valamilyen módon a testükön keresztül a is, és a tudatukon keresztül is, és átmegy ez a dolog, és akkor önmagukban el tudják helyezni, hogy akkor kik voltak ezek, és mit csináltak. Ez egy fantasztikus ötlet, gratulálok. Most jövök rá arra így beszélgetés közben, hogy ez alaposan át volt gondolva, és úgy tényleg nagyon-nagyon tartalmas, nagyon mélyre ástál. Az igazság az, hogy még mindig dolgozunk rajta, tehát most megtartottuk végül, eljött az a pillanat, amikor azt mondtuk, hogy jó, akkor lesz egy bemutató, ami nyilvános és hivatalos, de én úgy tekintem, hogy még mindig, amikor esélyünk van rá, mert nyilván most már újabb dolgokkal is el kell kezdjünk foglalkozni, de visszatérünk a következő előadások előtt legalább egy-egy próba erejéig, hogy egy pár dolgot, apró dolgokat, de még úgy érzem, hogy van, mint finomítani, dolgozni. Amiatt is, hogy ezt az egészet gyakorlatilag, ahogy mondtad, a semmiből csináltuk. Tehát nem volt sem egy szöveg, ezek a szövegek nem voltak összegyűjtve, amik végül bekerültek. Illetve azok, amik nem az eredeti szerzőktől származnak, hanem amiket mi írtunk, azok nyilván nem voltak megírva. Az egésznek a dramaturgiája, a történeti íve, az, hogy egyáltalán mi van benne, ez mind a közös munkából jött. Tehát ez egy hosszú folyamat is volt, és időnként elég nehéz, mert az ember egyszerre írja, csinálja, gondolkodik rajta, és stb. Úgyhogy igen, ez apró dolgokban még azt hiszem változtatni fogunk, de örülök, hogy így meglett végül. Én is örülök, hogy meglett, és ígérem, hogy még elmegyünk és megnézzük máskor is, hiszen tényleg fantasztikus ötletnek tartom. Hát köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást.